Körül lépésre a Tehetség útján elnevezésű tehetséggondozó program a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósul meg, amit 2014-ben indítottak útjára azzal a céllal, hogy a magyar anyanyelvű tehetséges általános iskolás diákok számára további fejlődési lehetőséget biztosítsanak. A program célja elsősorban, hogy a gyerekeknek megmutathassuk, hogy a tanórán kívüli, illetve tantermen kívüli tanórákban mennyi rejtelem rejlik, amely által sokkal inkább közelebb hozzuk hozzájuk a természettudományokat, illetve a művészeteket, betekintést nyerhetnek ezekbe a kísérletekbe, a gyakorlati oktatásba, illetve ezeknek a programoknak az interaktivitásának köszönhetően részesei lehetnek az első pillanattól az utolsó pillanatig ezeknek a műhelymunkáknak. A résztvevő diákok az interaktív előadások mellett egy szakszerű talajmintavizsgálatot is elvégezhettek, valamint megtekinthették az entai rét élő világát is. Bemutattuk a talajmintavételezésnek a módját, és ezeket a talajmintákat is elemeztük. Ezzel egy időben elsétáltunk az entai nagyrétbe, ottan megnéztük a helyi szikes talajoknak a növényvilágát, jellegzetes állatvilágait, illetve néhány vonulómadarat is meg tudtunk figyelni. A tehetséggondozó programban résztvevő diákok elmondása szerint az interaktív műhelymunkák igen hasznosak voltak számukra. Szeretnénk ismereteinket bővíteni, és hát évek óta versenyekre is járok. Szerintem ez a nap ez tökéletes tudásunk bővítésére. Nagyon fontosnak tartom ezt a talajnak a bemutatását, meg ezeket, mert nagyon fontos, hogy tisztább legyünk, hogy mik vannak a talajban, meg hogy tudjuk őket védeni, mert elvégre abba élünk, meg abból eszünk, meg minden. A programsorozata az elkövetkező hétvégéken az Óbecsei Tálemlékházban folytatódik majd, ahol a kémia és a gyógyszerészet, valamint a képzőművészet és a műtárgyvédelem szakirányokkal ismerkedhetnek meg a diákok. A program Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg.